Az a helység, amiben most jelenleg a Bulvár és Brezsnyev galéria tartózkodik, azt bérlik, vagy... Nem, ezt a helységet én is az interneten keresztül szereztem róla tudomást, ezt a helységet ők elfoglalták, és ezt a helységet ők egy galériaként rendezték be. Tehát itt két probléma van ezzel az alapítvány működéssel, vagy galéria működéssel, és az első az nem is probléma, tehát én a magam részéről minden, és ezt mindig el is szoktam mondani, minden kultúra teremtő, minden olyan kezdeményezést, amely plusz értéket hoz a kerületbe, én a magam részéről, és azt gondolom, az önkormányzat is támogat. Eddig is támogatott, és ezután is fog támogatni. Ezzel nincs baj. A baj azzal van, hogyha valaki oda megy, és önkényesen fölnyit egy helységet, ha az más tulajdona, akkor neki törvényi lehetőség abba beköltözni nincs. Ha az önkormányzati tulajdon, vagy ha az magántulajdon, akkor se. Tehát bármilyen jó szándékú egy kezdeményezés, én akkor sem mehetek oda a szomszédom üresen álló lakásába, nyithatom föl, mondván azt, hogy ez úgyis üresen áll, már évek óta, és én ide szeretnék bármilyen kulturális tevékenységet hozni, mert akkor a szomszédom valószínűleg elég mérges lesz rám. Na hát ugyanez a helyzet az önkormányzati tulajdonnal, hogy az önkormányzati tulajdont sem lehet így kinyitni és oda beköltözni. Bármilyen jó is a szándék, és bármilyen nemes is a kezdeményezés, ehhez elsősorban megkeresésre van szükség. És önök felé érkezett ez ügyben bármiféle megkeresés? Igen, érkezett egy megkeresés, én ennek utána néztem, miután erről a helységfoglalásról tudomást szereztem. Három esztendővel, azt hiszem két és fél évvel valahogy ezelőtt érkezett egy megkeresés helységigényre vonatkozóan a Bulvár és Brezsnyevtől, de az egy hatodik kerületi helység volt. Tehát beadtak ide hozzánk a vagyongazdálkodási irodára kérelmet, de abban a kérelemben még egyszer mondom, hogy hatodik kerületi helység volt, tehát a Király utca túloldaláról, amiben hát ugye hetedik kerületi önkormányzat lévén mi nem dönthetünk. Én azóta más kereséstől nem tudok, mondom, magam is az interneten keresztül tájékozottam erről, illetve utána, miután ők elfoglalták a helységet, küldtek egy levelet, amiben szívesen meghívnak minket ebbe a már kinyitott galériába, valamint tudtam, mert egy kulcsot is küldtek, amit mi ugyanúgy lezárva elhelyeztünk. Tehát ezt valahogy föl kell oldani, de én azt gondolom, hogy ebben nem az önkormányzatnak kell utána menni, hanem a kezdeményezés a másik fél részéről kellene megtörténjen. Felém azóta sem történt személyes megkeresés. Általános leveleket, általános meghívókat kapok, de olyan típusú kezdeményezés, amiben ők szerettek volna akár velem, vagy az önkormányzat kultúrás ágazatával leülni és tárgyalni, tehát amiben időpontot kért volna, vagy találkozót, személyes találkozót, ilyen felém nem történt az elmúlt időszakban. Értem. Meddig tartható ez az idéglenes állapot, tehát ez az illegális helyfoglalás, tehát ezt önök meddig tűrik el? Tehát, nézze, ugye én oktatási kultúrás területét felelős alpolgármester vagyok, de az intézkedési jogkör nem nálam van e tekintetben, hanem a vagyonkezelőnél. Tehát hivatalból a vagyonkezelő, erzsébetvárosi vagyonkezelő jár el az ilyen esetekben. Én úgy tudom, hogy ők már megkezdték az intézkedést ez ügyben, hogy jelen pillanatban hol tart és milyen szakasza van a kihelyezésnek, ezt nem tudom. Egyébként az MSZP frakció készít elő egy javaslatot, arra vonatkozólag, hogy az üresen álló pincehelységeket, vagy üresen álló önkormányzati helységeket, azokat kulturális célú hasznosításra szívesen kiadja, nagyon minimális bérleti díjért, esetleg közös költségdíjért, vagy rezsiátvállalásért, tehát olyan minimális költségekért, ami a piaci ára jóval alul múlja. Ezt tervezzük a továbbiakban. Még egyszer mondom, ehhez azért szükséges az Egyesület Alapítvány, vagy a galéria személyes megkeresése is, hiszen azt hiszem nem a mi feladatunk ez esetben, hogy ők utánuk szaladgáljunk.